Bőrfertőtlenítővel fertőtlenítjük a kezeket, és megvárjuk, hogy elpárologjon a bőrről. Ezután acetonmentes laklemosóval áttöröljük a körmöket, ezzel eltávolítjuk a szennyeződéseket, és sírtalanítjuk a felületet. Fémbőrfeltolóval feltoljuk a szarupárkányt. A fémeszközt óvatosan használjuk, nehogy megsértsük a hátsó bőrredő zárását, de arra ügyeljünk, hogy mindenhol elválasztjuk a bőrt a körömlemeztől. A kaparóval felkaparjuk a letapadt részeket. Figyeljünk arra, hogy mindenhol eltávolítsuk a letapadt bőrt, különben felválik az alapanyag. Bőrvágó ollóval a szarupárkány egy részét eltávolítjuk. Ne manikűrözzük ki a vendéget, de a munkánkat zavaró bőrt el kell távolítanunk, nehogy befolyjon az anyag a sáncokba. Közepes reszelővel rövidítjük és formázzuk a körmöket. A szabad szélt nem kell teljesen lerövidítenünk, hiszen körömágy hosszabbító anyagot fogunk használni, így ha a köröm elé ragasztjuk a tippet, optikailag hosszabbítjuk az ujjakat. A mattítást mindig jó állapotú reszelővel végezzük. Azért, hogy ne vékonyítsuk el a körmöket, közepes reszelőt válasszunk. Dolgozzunk finoman, inkább többször menjünk át a felületen, munka közben pedig folyamatosan ellenőrizzük, hogy nem maradt-e fényes rész a körömlemezen. Manikűrtip egy felfekvés nélküli francia tip, amivel könnyen és gyorsan tudunk rövid, természetes hatású francia körmöket készíteni. Mivel kicsi a ragasztási felület és a szabad szél is, ezért egy átátszó segédtip könnyíti meg a felhelyezést. Amennyiben az eredetinél íveltebb mosolyvonalat szeretnénk, egy közepes reszelő segítségével formázhatjuk azt. A reszelőt 45 fokos szögben tartva mélyebb mosolyvonalat alakíthatunk ki. Mivel a tip nagyon hajlékony, tökéletesen idomul az ívesebb és laposabb körmökhöz is, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy zselével vagy porcelánnal borítsuk be. A körömlemezre felvisszük a Nail Bonding Cleansert, amivel fertőtlenítjük a körömlemezt, és elvonjuk belőle a zsír és víz egy részét, ezzel segítjük az anyag jobb tapadását. A tippet ecsetes ragasztóval ragasztjuk fel. Az ecset segítségével pontosan fel tudjuk tenni a kis mennyiségű ragasztót. A tippet a segédtip segítségével a szabad szélhez illesztjük, és néhány másodpercig finom nyomást fejtünk ki felülről és oldalról is. Ezután a segédtippet könnyen lehúzhatjuk a körömről.
A ragasztás segítő műanyag nyúlványt letörjük, majd közepes reszelővel formázzuk a szabad szélt. A tip felületét elegendő bufferrel mattítani, de ha mégis reszelőt használnánk, akkor választunk közepes reszelőt, és ügyeljünk arra, hogy ne vékonyítsuk el a tippet, és véletlenül se reszeljük el a mosolyvonalat. Ezután alaposan távolítsuk el a port a körömről és a sáncokból is. A természetes körömlemezre újra cleanser teszünk, majd felvisszük a Perfect Bondot, ami savmentes primerként segíti az anyag tapadását. Ügyeljünk arra, hogy ne érjünk a bőrhöz és a tiphez sem. Perfect Mask körömágy hosszabbító porcelánnal vonjuk be a körömágyat úgy, hogy a mosolyvonalhoz töményen és kissé vastagabban kerüljön, a köröm töve felé pedig vékonyodjon, színátmenetet képezve. Nagyon figyeljünk arra, hogy a körömágy hosszabbító anyag szintje nem lehet magasabb a tipnél. Az ecset hegyével finoman töröljük át a tip mosolyvonalát, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rákerült anyagot. Ezután víztiszta vagy áttetsző rózsaszín anyagot használva borítsuk be a körmöt és alakítsuk ki a C-ívet. Próbáljunk egyenletes felületet kialakítani, és ügyeljünk arra is, hogy a tipre is kerüljön megfelelő mennyiségű anyag. Az anyag teljes kötése után közepes reszelővel finomítsuk a köröm hosszát és formáját, majd a köröm felületét is. Mivel a manikűrtippel természetes hatású körmöket szeretnénk készíteni, ezért nincs szükség magas C-ívre, a felesleges anyagot távolítsuk el. We'll be right back.
pufferrel finomítsuk a felületet, végül alaposan portalanítsuk a sáncokat és a körömlemezt is. Perfekt topgéllel adjuk vissza a köröm fényét, amelynél figyeljünk, hogy ne vigyük fel túl vastagon, nehogy befolyjon a sáncokba, az anyagfelvitelnél pedig nem érhetünk bőrhöz. Három perc lámpázás után a felülete szárazra köt. Lámpázás után a szaropárkányt vitaminos olajjal ápoljuk.